sietett a segítségüket, új 50 daláltak. Miután a holtesteket felhozták a felszínre, újabb robbanás történt. A tárnában ekkor már senki nem tartózkodott. Romániában 2008. novembere óta nem volt ilyen súlyos bányabaleset, akkor szintén a Zsilvölgyben, de egy másik bányában történt két robbanás, és 13 halálos áldozatot követelt. Most van a percekben is két miniszter, úgy a belügyminiszter, mint pedig a gazdasági miniszter, és hogyan megy Magyarország prefektusa, Dézsi Attila zsírvölgyébe vannak, az emberek között elemzik a helyzetet, és hogy tudnak segíteni az egész közösség. Lakástűz volt reggel a főváros 4. kerületében, egy idős nő súly.